Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Ha velem tartanak ma az Ascendensben, megtudhatják, milyen népszokásokra, babonákra kell figyelni az évezen időszakába. Mazák Katalin segít szépségünket ápolni, Pilates órára látogatunk, megtudhatjuk, mit ígérnek a csillagok a következő hetekre, és milyenek a haljegyű emberek. Tartsanak velem! Rendszeres nézőink tudhatják, hogy dr. Pál István mindig segít nekünk eligazodni a babonák népszokások világában. Hát most sem lesz ez másképp. Most is elmondja nekünk, hogy mire figyeljünk, pacsirta szól, nem szól, és mi az, amik még időjárás jóslásban, vagy egyéb más elkövetkezendő idők megfejtésére segít nekünk a népszokások babonák világából. Február az már sokszor a farsang, de van még más népszokás is, úgy tudom. Természetes február elején van a gyertyaszentelő napja, február 2-a, ami azért érdekes, mert a szentelt gyertyát nagyon sokféle módon fel szokták volt használni annak idején. Tehát általában a múltról beszélünk, tehát ezek nem feltétlenül élő néphagyományok, legalábbis nem olyan formában élnek, mint az elmúlt évszázadokban. A február 2-án megszentelt gyertyát általában a torokgyíkos gyerekek gyógyítására használták föl, de egyébként arra is nagyon jó szolgálatot tett a hiedelem szerint, hogy a haldoklónak, ha kezébe szentelt gyertyát adtak, akkor megkönnyítette a szenvedését, oldotta a kínját. Egyébként az orbáncot is ezzel szokták volt gyógyítani, ezzel a szentelt gyertyával, és ha úgy tartja a népi mondás, hogy ha fénylik gyertya szentelő, tehát süt a nap, az íziket vedd elő, tehát hosszú lesz még a tél. Nem tudom, sokan tudják-e, különösen városiak, hogy mi az, hogy ízik. Tehát ez a kukoricaszárnak az a része, amit a jószágok, különösen a tehenek vagy marhák már lerágták róla a levelet, élelmiszerként elfogyasztották, és ezzel fűtöttek utána a parasztasszonyok. Ilyenkor szoktuk várni ugye a medvét is, hogy kibújik vagy nem. De hát régen azért sok helyen nem volt medve, akkor ezt hogy oldották meg? Találékony volt a parasztember, hiszen ahol nem volt medve, ott a borzal helyettesítették be, mert az is téli álmot alszik. Különösen Magyarország déli részein, tehát Dél-Magyarországon dívott az a szokás, illetve az a megfigyelés, hogyha a borz előjött az odújából, és meglátta az árnyékát, akkor visszabújt. De ezt általában a medvével ismerjük, de a folklór már csak ilyen, hogy az emberek behelyettesíthetik ezeket a dolgokat. Még februárban belefér a következő nap, 3-a, az a Balázs napja, és Szent Balázst a gyerekek védőszentjeként tisztelték, hiszen a torokgyíkos gyereket meggyógyította, ez volt az egyik nagy csoda, ami miatt egyébként szenté is avatták, de egyébként arra is jó volt, a Balázs járást ekkor csinálták az iskolások, a tanítójuk vezetésével végigjárták a falunak a házait, és adományokat gyűjtöttek a tanító számára, hiszen a tanítónak a díjlevelébe, tehát a fizetésébe a pénzbeli javadalmazás mellett a természetbeli javadalmazást is beírták, és ezt úgy kellett összeszednie azoktól a szülőktől, akik a gyerekeiket iskolába járatták. De egyébként február, január farsang ideje is van, és ez azért érdekes, mert az idén rövid a farsangnak az ideje, hiszen január 6-ától, amikor hivatalosan megkezdődik vízkeresztől, február 9-éig húshagyókeddig tart, és ez egy jó hónap, és aki utána üli meg a farsangját, az már teljesen, hogy mondjam, törvényen kívüli. Tehát nagyon sokan nem foglalkoznak vele egyébként, mert általában a február egészét a farsang időszakának szokták tartani az emberek, és a különböző foglalkozásúak a saját körükben összeülve farsangolnak, és nem hivatalosan naptár szerint meghatározott időszak idején. Mazák Katalintól mindig kapunk hasznos ötleteket, tanácsokat szépségünk ápolására vonatkozólag, vagy megőrzése tekintetében. Most is hozott nekünk néhány praktikát, elég csak benézni a hűtőbe, a spájzba, és már is kiváló kencéink lehetnek. Milyen szépülési technikát kínálunk ma a kedves nézőknek? Mai nap folyamán, hogyha
Szeretnénk eljutni kozmetikába, de erre nincsen lehetőségünk, hogy arctisztításon részt vegyünk. Otthon optikailag kicsit frissebbnek, üdébbnek, egyenletesebbnek tűnjön a bőrképünk, ahhoz állítottam össze egy kezeléssort. Miből áll? Egy teljes letisztítással fogjuk kezdeni, azt követően egy citromos tonizálás, majd ezután egy sójoghurt keverékéből egy peelingezés, és a végén egy pakolással zárunk. A pakolásban pedig élesztő, joghurt, illetve tej található majd. Hogyan fogunk hozzá, és mi a menete? Először is összekészítjük a hozzávalókat. Célszerű egy picit melegíteni a tejen, épp hogy csak langyos legyen, hogy kellemesebb legyen a hőfoka a bőrünknek, és ezzel fogjuk letisztítani a bőrt. A tej azért jó nekünk, mert a tejsav tartalmával a bőr normál pH-jára segít rá, illetve a tejsav szépen az elhalt hámsejteket oldja, ezáltal nagyon jól tisztítjuk, tudjuk tisztítani vele a bőrfelszínt. Ezt követően a citromlevét fogom használni tonizálásnak. A citromleve pedig azért jó számunkra, főleg zsíros bőröknél, mert nagyon szépen összehúzza a pórusokat, és enyhe hámoldó hatásának következtében nagyon jól tisztítja a bőrt, és nagyon remekül előkészíti a következő fázishoz, ami a radírunk lesz. Ott pedig sót kevertem össze joghurttal. Joghurt az azért remek számunkra, mert szintén benne vannak a tejsavak. Nagyon jól fogja puhítani, előkészíteni a bőrünket, és nyugtatja, hidratálja a bőrt. A só pedig nagyon jó antiszeptikus hatású, és a dörzs hatása révén szépen le tudjuk oldani mechanikailag az elhalt hámsejteket, és előkészíteni a bőrt a pakolás hatóanyagjainak felvételére. Hogyan készül a pakolás? A pakolásnál langyos tej és élesztő keveréke, illetve egy nagyon kevés joghurtot fogok hozzátenni, és ezt fogom felvinni a bőrre. Az élesztőt azért szeretem használni ilyen esetekben, mert kifejezetten gazdag B-vitamin forrás, nagyon szépen tisztítja a bőrt, illetve nagyon intenzív gyulladáscsökkentő hatással bír. Igazából milyen bőrűeknek ajánljuk ezt a kezelést? Vagy bárki használhatja, csak az arányokon kell változtatni? Elsődlegesen zsíros bőrökre, illetve miteszeres, pattanásos bőrökre javallott ezen összetevők következtében. Vagy hogyha azt érzi az ember, hogy kicsit fényesebb, jobban kifényesedik a bőre és zavarja az a felszíni zsír, ugyanis a fagyú termelésre is optimalizáló hatással bírnak az összetevők. Amikor a pakolást felkentük, mennyi ideig kell várni, hogy rajta maradjon? Egy 15-20 percig várunk, majd azt követően egy langyos vizes lemosást követően nappali krémünkkel, szemápolónkkal befejezhetjük a kezelést. Van-e valami olyan, amire figyelni kell még a kedves nézőknek az alkalmazás során? Természetesen, ha bármilyen összetevővel kapcsolatosan allergiánk lenne tudtunkkal, akkor azt mindenképpen hagyjuk ki, illetve azt helyettesíthetjük más dolgokkal. És amire fontos még odafigyelni, hogy frissen használhatóak ezek az összetevők, tehát ahogy elkészítettük, összeállítottuk a pakolást, azt már a kezelést követően bármennyire is, hogyha maradt meg és többletünk lenne, azt nem használhatjuk fel későbbiekben, tehát azt már ne tároljuk. Az aszcendens nézői már járhattak velünk Pilates órán. Most egy kicsit jobban utána járunk, hogy miért jó, kinek jó, és hogyan jó ez a módszer. Azon kívül Valériától, a Pilates oktatótól kapunk hasznos tanácsokat, illetve minden hónapban az elkövetkezendő fél évben egy-egy gyakorlatot, amivel rögtön érezhetjük saját bőrünkön is, hogy mennyivel másabb a tartásunk, hogyha betartjuk a legfontosabb szabályokat. Milyen gyakorlati előnyöket tudunk minél hamarabb megtapasztalni, ha belekezdünk a Pilatesbe? Mindig azt szoktam mondani a hozzám érkező vendégeknek, hogy az első alkalmat mindenki nyugi,
mert rávilágít a testnek a hiányosságaira rögtön az első alkalom. Ugye a törzsnek a tarzóizmai hivatott a Pilates erősíteni, és erre jön rá az ember, hogy mennyire gyenge. Na már az első alkalom után lehet érezni egy enyhe fajta izomlázat. Maga az erőnlét javul. Nagyon fontos az, hogy oldódik a stressz, ezt szeretném kihangsúlyozni. Mindig azt mondom, hogy nincs rossz mozgás. Mozgás nélküli életmód van, mozgás nélküli életmódot folytató ember pedig előbb-utóbb besavanyodik. Na most a Pilatesnél is azért valamiféle örömhormonok szabadulnak föl, és azért ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy minden mozgás, és ennél is elsősorban a stressznek a kezelése válik fontossá, illetve még egyszer hangsúlyoznám, hogy a törzsnek a tartóizmait erősítjük meg. Javul a tartás, mozgékonyabbak lesznek az ízületek, és ezáltal az erőnlét is javul. Honnan tudjuk, hogy jó a tartásunk? Sok ember nem tudja, hogy jó a tartása, vagy rossz a tartása, sőt azt mondom, sok embernek nagyon rossz a tartása, hanyagtartásunk van. Az üléssel párosuló életmód, ugye a mozgásszegény életmód hozta ezt elő. Na most mindenki azt veszi észre, hogy amikor javítom a tartást, akkor az fáj. Persze, mert egy tartáskényszeres állapotban van az ember egész nap, nem rosszul tartja magát, ahhoz szoktak hozzá az izmai, és amikor helyre billentjük, akkor az meg egy diszkomfort érzést ad neki. De előbb-utóbb rá fog jönni, hogy ahogy jár Pilates órára, mindig javítjuk ezeket a mozgás folyamatokat, a tartást javítjuk, akkor előbb-utóbb már ő is észre fogja venni a hétköznapi életben, hogy ez javul, és hogy ez mekkora előnyt jelent neki. Na most nagyon sok embernek ugye fáj a dereka, fáj a háta, sok olyan vendég érkezik hozzám, akinek nincsen gerincdeformitása, csak fájdalommal érkezik, ezen nagyon hatékonyan tudunk segíteni. Még egyszer a hátnak az erősítése, a hátizmainak az erősítésével tudjuk ezt elsősorban elérni, de nem szabad elfeledkezni, hogy a helyes testtartáshoz nagyon fontos, hogy a hasizmait is erőteljesen megdolgoztassuk és azt is erősítsük. Mindenkinek van hasizma, mert szokott érkezni erre a válasz, hogy nekem nincs hasizma, mindenkinek van hasizma, csak nem volt ez megdolgoztatva, nem volt elővéve, és ez most egy kicsit előtérbe kerül, ugyanúgy, mint a hátnak az izmai. Mi a másik fontos terület, hiszen itt a forgatás előtt azt mondtad nekem, hogy két nagyon fontos előnye van a Pilatesnek. Nem csak a helyes testtartás, hanem magának a légzésnek és a koordinálása, az is egy hiányos terület a mai világban. Rosszul lélegzünk. Ez azt jelenti, hogy a tüdőkapacitásunkat nem használjuk ki. Rövideket lélegzünk ki. Egy mozgásszegény életmódot folytató ember általában 16-szor vesz levegőt egy perc alatt, míg az az ember, aki sportol, illetve egy kicsit mozgással jobban megfűszerezett életet él, az ennek a száma sokkal kevesebb. Arra kell törekedni, hogy a belégzés és a kilégzés közti szám az kétszeres legyen, tehát kétszer olyan hosszú legyen a kilégzés. A Pilates alatt erre is odafigyelünk, hiszen a helyes légzéssel, helyes testtartással, az erőközpont, azaz a köldök megtartásával párosuló gyakorlatok ezt hivatottak előidézni. Tehát akkor a helyes légzés az hogy néz ki? A helyes légzés úgy néz ki, hogy orron keresztül vesszük a levegőt, és szánkon keresztül hosszan fújjuk ki. Az a lényeg, hogy mondom, egy perc alatt ez a 16-os szám, hogyha valaki esetleg ezt szeretné felmérni otthon, akkor ezt megteheti, ez minél kisebbé váljon, és minél hosszabban történjen meg a kilégzés. Ugye a belégzéssel egy oxigéndús állapotba kerül a test, oxigén kerül a vérbe, és a széndioxid távozik a szervezetből, tehát ez nagyon fontos, hogy ez a folyamat ez minél hatékonyabban létrejöjjön. És miért pont a köldök az erőközpont? József Pilates azt mondta, hogy ugye a testnek a középpontja, és hogyha anatómiailag nézzük, a testnek a középpontja a köldök. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint amikor az ember a szűk nadrágot megvásárolja magára, és azt gondolja, hogy ebbe majd bele fogok férni, bele is fér, csak éppenséggel be kell húzni a hasát. Ha ezt az izommunkát már elvégezzük, azt jelenti, hogy a köldököt húzzuk a gerincvonalába, akkor már egy olyan aktív izomtevékenységet végzünk, ahonnan kiindítva az egyes mozgásfolyamatokat, amit a Pilates mozgással elérünk, akkor nagyon hatékony hasizom, illetve derék hátizom fejlesztést tudunk elérni. Na most ezt az erőközpontot minden egyes gyakorlatnál és a Pilates óra teljes időtartalma alatt tartani kell. Ezáltal megtámasztjuk ugye a teljes testet, helyessé válik a testtartásunk, és így sokkal intenzívebb és sokkal hatékonyabbá válnak a feladatok.
És ezt az erőközpontosdit, ezt így mondjuk a buszon utazva is tudjuk csinálni, vagy várakozás közben, sorban állás közben, vagy inkább ilyenkor ne? Mindenkinek tudnám ajánlani, hogy otthon akár tükör előtt próbálja azt meg, próbálja ki, hogy beáll a tükörbe, és megnézi a testtartását. Megnézi a testtartását, főleg a hölgyeknél lehet azt észrevenni, hogy általában ugye itt a derékívnél itt egy nagy ív látható, úgy szoktuk mondani, hogy a nők kitolják a feneküket. Na most ezt egy kicsit meg kell billenteni, illetve hogyha tartjuk az erőközpontot, tartjuk a köldököt, akkor már egy valamilyen szinten előre léptünk abban, hogy helyessé váljon a testtartásunk. Ezt akár a postában, a sorban állás közben, bármilyen folyamat közben meg lehet csinálni, el lehet végezni. Az, hogy a helyesen tartja az ember magát a hétköznapokban, az egy alapvető szükséglet kell, hogy legyen, ne hanyaggá váljon a tartásunk, hanem egyenesen. Ugye ez azt jelenti, sokan összetévesztik azzal, hogy hátra feszítem magam és feszítem végig, nem, itt nem erről van szó, nem kell túlfeszíteni a hátat, hanem egyszerűen csak támasztékot kell neki adni, amit a hasfallal, a hasizomzattal, illetve a hátizomzat erősítésével tudunk elérni. Mik az ideális feltételei az otthoni pilates gyakorlatoknak? Mit készítsünk elő, mire lesz szükségünk, hogyha belevágunk otthon? Nagyon fontos, hogy ne csak túlessünk a gyakorlatokon, hanem szenteljünk időt ennek a 15-20-30 perces feladatsornak, legyen az akár 6 feladatból álló feladatsor, vagy akár legyen egy intenzívebb mozgásforma. Fontos egy kellemes otthoni környezet, egy kényelmes ruházat, általában mezitláb vagy maximum zokniban végezzük a feladatokat, és cipőt senkinek nem ajánlok, hogy a talpizmait is megfelelően tudjuk dolgoztatni. Szükséges hozzá egy vagy jógamatrac, vagy egy polifóm, amit maga alá tud teríteni az ember, és az, hogy egy kellemes légkör uralkodjon magába a szobába, és megfelelő tér legyen a feladatok elvégzéséhez. Tudnál segíteni a kedves nézőknek néhány gyakorlattal ebben? Igen, gondoltam pár olyan gyakorlatra, amit nemtől kortól függetlenül el lehet végezni. Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy mindenkinek ajánlom a pilateszt, mint már korábban említettem, a várandósoknak, várandós kismamáknak ezt nem szeretném ajánlani. Szerintem a várandóság az egy külön életszakasz az embernek, és nem biztos, hogy a pilatesszel kell ezt megfűszerezni. Viszont azoknak az embereknek, akik akár diákként, akár felnőttként tartás problémával, hát problémával, vagy bármilyen más problémával küzdenek, annak a pilatesz jó lehet, és olyan gyakorlatokat fogunk most bemutatni, amik nemtől kortól függetlenül elkezdhetők, elvégezhetőek otthon is. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy minden mozgásfolyamat, minden mozgás tevékenység előtt a bemelegítésre tessék időt szánni, 5-10 percet vegyen igénybe. Itt a pilatesnél nem pulzusemeléses bemelegítésről van szó, hanem csak egy átmozgató tevékenységről, és a végén, amikor befejeztük otthon, akár szervezett körülmények között magát a tornát, akkor tessék a magát az órát lezárni egy nyújtással. Az is egy 5-10 percet minimum vegyen igénybe. Tehát a helyes testtartást, mint már említettem, nagyon fontos a hétköznapi életben, nagyon sok a hanyag, a rossz tartásos ember. Ennek előbb-utóbb az lesz az eredménye, hogy fájni fog a hát, különböző deformitások jelennek meg, illetve akár a deréktáji fájdalom is, ami az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással lehet. Na most a helyes testtartásnak a beállítása mindenképpen úgy néz ki, hogy a medencétől, egy medencétől indulunk, picit billentjük a medencét, úgy érezhetjük, mintha a szemiremcsontunkat egy picit előre tolnánk, egyenes a gerinc, a nyak, a gerincnek lesz egyenesen a folytatása, a fejünket nem billentjük se hátra, se előre, illetve egy nagyon picit a térd olyan érzés, mintha rogyasztva lenne. Ezt otthoni környezetben, segítség nélkül úgy tudjuk a legkönnyebben kivitelezni, illetve kontrollálni. Nóri, gyere, lépj a falhoz, légy szíves! A sarkunkat teljesen a falhoz támasztjuk, pici válszéles terpezbe állunk, a medence, illetve a lapocka illeszkedik a falhoz, illetve a fejnek itt hátul a boltozata. A nyakat nem kell hozzá préselni, nem kell hozzá nyomni, laza a hát, nem kell semmiképpen sem feszítő mozdulatot érezni, és ez magának a helyes testtartásnak a beállítása. Na most minden mozdulatot innen kellene kivitelezni, illetve a hétköznapi életben is így kellene tartani magunkat, és figyelni rá, hogy a testnek a középpontja, a köldök az mindenképpen be húzásra kerüljön a gerinc vonalában.
Most azok figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő időszakra, de ne feledjék, a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Ezután rögtön azt is megtudjuk, hogy a haljegyű emberek milyenek. Kos, nem mindig az a legjobb megoldás, ha fejjel megy a falnak, igaz? Ez nagyon benne van ebben a jegyben, de az elkövetkezendő időkben inkább előbb nyugodjon meg, és higgadtan gondolja át a dolgokat. Bika, hamarosan olyan munkaajánlatot kap, ami nagyon meg fog lepődni. Álmában sem gondolta volna, hogy ez valaha megtörténhet önnel. Ne sokáig lattolgassa, vágjon bele mielőbb. Ikrek, mindig van egy holnap, ami jó, mert ami ma nem jött össze, azt holnap is meg lehet próbálni. De amit ma elhalasztunk, annak is van egy holnapja. Ne halogassa az ügyei intézését, mert azzal a holnappal kifut majd az időből, és bánni fogja. Rák, higgye el, minden lehetséges, amit csak el lehet képzelni. Szedje össze magát, elég volt a sebei nyalogatásából. Álljon talpra, és induljon. Van elég segítsége, hiszen környezete szereti. Oroszlán. Kicsit másképpen fogja látni a világot a következő hetekben. Rájön, hogy ön is sebezhető és bizony gyenge is tud lenni. Szerencsére tisztában van a megoldással is azzal is, hogy szeretteire, barátaira most is számíthat. Szűz. Sokszor elmondta már, hogy ezt vagy azt tűzte célul az idén. Ideje lenne belekezdeni a megvalósításba. Közben pedig ne hanyagolja el kötelességeit se. Mérleg. Minden a legnagyobb rendben. Kis megfázás, apróbb egészségügyi kellemetlenségek megijeszthetik, de komolyabb aggodalomra okot adó probléma szerencsére nem volt, és nem is lesz. Skorpió. Sokszor nehezen viseli, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogyan ön szeretné. Ez főleg a magánéletben okozhat komolyabb problémákat. A munka karrier terén kiváló lehetőségek nyílnak meg. Nyilas, a magánéletben eléggé kusza a helyzet, olykor már önmaga sem tudja, hogy inkább előre vagy inkább hátra halad. Ne felejtse, aki időt nyer, életet nyer. Sok kérdés magát is meg tudja oldani, ha hagyja és kivárja. Bak. Na most önön van a sor, hogy bizonyítson, képes kinyitni az ajtót álmai megvalósulásához. Minden adott, már csak a pont kellene az íre, rajta ne késlekedjen. Vízöntő. Minden változik, és csak a változás állandó. Ez a paradoxon most önre az átlagosnál sokkal igazabb. Kuszaság, bonyodalmak, de ami ma még probléma és hátrány volt, ön holnapra erőnyt tud belőle kovácsolni. Halak. Élete jelentős kérdései vannak most terítéken. Ne legyen szégyenlős, ragadja meg a kínálkozó alkalmakat, hogy minél előbb elérhesse a kitűzött céljait. A magánéletben nem baj, ha kicsit csendesebb napok jönnek. A halak a legérzékenyebb típus, a leglelkibb ember. Szintén nagyon emberszerető, de azért ő másképp, mint a vízöntő. A halakjegyű emberek közül kerülnek ki a legjobb orvosok, akik doktorbácsik, doktornénik. Nem csak gyógyítanak, de odaülnek a beteg ágya mellé, és tudják, hogy az a kis szeretett pár jó szó többet ér, mint egy doboz orvosság. A halak tehát lelki emberek és önfeláldozók. Úgy tartja az asztrológiai szakirodalom, hogy könnyen kicsúszik a lábuk alól a talaj, ebben van valami. De van egy olyan szívós életképességük, hogy ugyanolyan könnyen talpra is tudnak állni a legtöbbjük, és itt megint lehet kevésbé szerencsés jegy. És én azt mondtam, hogy a vízöntő és a halak, ugye mind a kettő ember szerető, a két legember szeretőbb jegy. A különbség az, hogy a két jegy között, hogy ha most erre a találkozóra én jöttem volna autóval, az úton elromlik az autón, félreállok és tördelem a kezem, hogy engem várnak és időre kell mennem, biztos, hogy megáll egy vízöntő. Egészen biztos, azonnal segíteni akar, azonnal belenéz a motorházba, ha akkor lát életében először motorházat belülről, akkor is meg akarja javítani. Kiderül, hogy nem megy, toljuk félre, hogy másnak se legyen útba, ül a kocsiba,
nem vár köszönetet, nem vár hálát, megy a dolgára, tett, amit tudott. Egy halakjegyű ember megint csak biztosan meg fog állni, neki is el kell mondjam, hogy igen fontos, elkések, elromlott. Ő is kétség, ja, ilyenkor mit lehet csinálni, hívott már szerelőt, hogy segíthetnék, hívjak valakit? Annyira aggódik, hogyha kell, hogy ha kell, vagy talán, ha nem is, a vállamra borul, és sír is velem, hogy milyen pekhesek vagyunk, és azután majd otthon talán még imádkozik is, értem. Tehát a szeretet mind a kettőben megvan. Az egyik észsel, a másik lélekkel nyilvánítja meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!